Ezek a felvételek Csengerben készültek még júniusban, amikor hatalmas jégeső érte el az ország legkeletibb részét. Hétvégén hasonló méretű vihar egy óriási szupercella vonult át északkelet Magyarország fölött. A 41-es számú főúton ma egész nap a kidőlt fák és a letört ágak maradványait takarították a magyar közút munkatársai. A vihar a mezőgazdasági termelőknek is jelentős károkat okozott. Székely János éppen azt mutatja, hogy a dió nagyságú jég minden levelet összetört a dohánygúrén. Itt több helyen 90-100%-os kárt hagyott maga után a vihar. Ez egy órási szupercella volt, szombat délután ért el bennünket. Igazság szerint Nyíribrony és Ramocsaháza felől érkezett a vihar, és Ófehértó és Nyírbátó felé távozott. Ez gyakorlatilag egy ilyen 30 percig tartott. Az első 5 percben diónagyságú jég volt, gyakorlatilag szárazon, víz nélkül, és utána egy ilyen 15 percig esett a vízzel együtt a jég, tehát a csapadékra jött a jég. Hát, mint látható, a melléketábra mutatja, gyakorlatilag a dohánytáblák 90%-os kárt szenvedtek. A 22 levélből nem tudunk betakarítani gyakorlatilag egyet sem, 20-22 levélből az összeset elvitte, és hát óriási a kár. A jégkárt a biztosító társaságok a következő napokban mérik fel, a helyreállítási munkálatok folyamatosak az érintett térségben.